Fischer Gábort kértem fel arra, hogy a Lembert és a fotográfia kapcsolatáról tartson nekünk egy kis előadást, úgyhogy Gábor, akkor át is adnám a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm, hogy eljöttetek. Valakivel tegeződni, valakivel magázódni szoktunk. Az egész ma esti programnak ugye az a címe, amit a tévéképernyőn látható. Ha hátul nem haladszik, akkor nyugodtan szóljatok. Ugye a kiterjesztett mező, a land art és a fényképezés valamiféle kapcsolata, összefüggése. Ugye a leírásból talán kiderült, hogy én ezt a szókapcsolatot, hogy a kiterjesztett mező kölcsön vettem. Ez a 70-es évek végén az akkori művészet kritikai irodalomnak, főleg a médiumok, vagy a médium fogalom körül zajló csatározásoknak az egyik kulcs fogalma volt, ugye Rosalind Krauss használja, vissza fogunk majd eljönni. Úgy éreztem, hogy azért szerencsés ennek a szókapcsolatnak a használata, mert Endre munkáival összefüggésben, illetve hát egyáltalán a lendákkal összefüggésben a mező, mint egy ilyen hely meghatározás, egy ilyen topográfiai fogalom több, mint adekvát, hisz nagyon sok minden egy ilyen mezőn, vagy valamilyen mezőben zajlik le, és hát minden azon múlik, hogy mennyire terjesztjük ki ezt a mezőt, független attól, hogy mik ennek a mezőnek a fizikai adottságai. És megpróbálok itt bűvészkedni, és rátérünk a másik címre, ugye a land art és a fotográfia. Azt gondolom, hogy ha ezzel a problémával bármilyen módon is szeretnénk foglalkozni, akkor két kérdést mindenképpen föl kell tenni. Mi az, hogy land art, és mi az, hogy fotográfia. Mit jelent itt az egyik, mit jelent itt a másik, és ha valamelyest tudjuk majd, hogy mit is értünk ez alatt a két fogalom alatt, akkor esetleg megnézhetjük, hogy a kettőnek van-e valami köze egymáshoz, és hogyha igen, akkor mi köze van egymáshoz ennek a kettőnek. Ja, van egy ilyen berendezésem is. Ugye az egész beszélgetésnek, vagy ennek az egész gondolatmenetnek a kiinduló pontja, az apropója, és tulajdonképpen a bizonyos értelemben a célja is Koronczy Endrének a Lobuter Park című munkája. Nyilván most azzal picit érdemes lenne foglalkozni, hogy ezt önmagában munkának tekintjük, projektnek tekintjük, vagy valami olyasminek, ami elindult valamikor, és ami folyamatosan alakul, változik, formálódik. Egyáltalán műtárgy jelleget ölt ez ebben a mai hétköznapi formájában, vagy pedig egy ilyen nyitott dologgal foglalkozunk, hogy a nyitott műfogalma az is divatos volt egy időben. Kérdés, hogy besorolható-e ez alá a fogalom alá, vagy egyelőre hagyjuk ezeket a kérdéseket megválaszolatlanul, és majd eljutunk egy olyan pontra, amikor lehet, hogy nem nekem kell majd ezt megválaszolni, hanem mindenki úgy gondolhatja majd, hogy esetleg ő is eljut arra a pontra, hogy valamilyen módon lezárja ezt a, vagy megfeleljen erre a kérdésre. Tehát az egésznek a kiinduló pontja, a kerete maga ez a valami, aminek egy bizonyos formájával találkozhatunk itt a teremben. Először azt írtam föl magamnak botor módon, hogy fényképekkel találkozunk ebben a teremben, de ezt újra kell gondolni, mert hogy ezek nem fényképek. Amik itt vannak, ezek minden igaz digitális nyomatok. Különböző méretekben, valamilyen hordozóra nyomtatva, direkt nem mondok médiumot, hordozóra nyomtatva, ami több mint valószínű, hogy papír, most ezt nem fogom letesztelni, de feltételezem, hogy arról van szó, hisz legtöbb esetben azt használjuk. Igen, de nem csak ilyen papírra nyomtatott képekkel szembesülhetünk itt ebben a térben, hanem rögtön ott hátul van két tévénk, vagy monitorunk, kijelzőnk, amelyeken különböző állóképek, mozgóképek, videók nézhetőek,
És még mielőtt belekezdtünk itt Judittal ebbe a projektbe, vagy munkába, ami most zajlik, mindenféle zajokat is lehetett érzékelni. Hogyha az ember odafigyelt, akkor rájött, hogy ez nem egy egyszerű háttér zörej, hanem a szél hangja, esetleg a víz hangja, esetleg valamiféle egyéb zajok, az, hogy tényleg a víz vagy a szél hangja, azt nem tudom, majd Endre erre esetleg válaszolhat, hogyha valakit ez közelből érdekel, avagy pedig mondjuk valamilyen eszközzel generált olyan zörejekről van szó, amelyek emlékeztethetnek minket a szél, illetve a víz hangjára. Tehát amivel itt szembesülünk, hogy eleve kicsit érdekes az elrendezés, mert nem egy ilyen hagyományos kiállítási megoldással találkozunk már, amennyiben manapság van ennek még értelme, de itt a Kappa Központban szoktak olyan kiállítások lenni, amikor felkasírozott, paszpartuba rakott, bekeretezett üveg mögött lévő képeket egymás felé kitesznek a falra, és akkor a jól nevelt látogató eljön, és mindent végignéz, alaposan megfigyel, elolvassa az aláírásokat, és akkor valamilyen képet alkot magának arról, amivel itt találkozott. Ezzel szemben itt egy olyan helyzettel kénytelenek szembenézni, ahol egyrészt nincs megadva, hogy milyen irányba fogunk körülnézni. Másrészt különböző méretekkel találkozunk, ami elgondolkodtathat azzal, hogy ezek most különböző hangsúlyokat jelentenek, ezek valamilyen módon utalnak arra, hogy mi fontosabb a művész számára, mi az, ami kevésbé fontos, hogy egyszerűen így sikerült. Véletlenül nem ez utóbbiról van szó. Valamint az is kérdés lehet, hogy mondjuk egy-egy ilyen felületen miért pont annyi képpel találkozunk amennyivel, illetve milyen módon kerülnek ezek a képek egymás mellé, hogyan keretezik be mondjuk az ott látható monitort, vagy a bal oldalon látható az milyen módon takarja ki a mögötte levő képnek egy részletét. Ezek lehet, hogy apró technikai dolgok, amelyek mondjuk a kiállítás rendezés kényszerpályáiból fakadnának. Én azt gondolom, hogy illetve remélem is, és gondolom is, hogy itt nem pusztán erről van szó, hanem hogy ezekre a kérdésekre lehet érvényes válaszokat adni, amit most nem fogok én még egyelőre megtenni. Viszont azt gondolom, hogy az a helyzet, amivel itt szembesülünk, hogyha itt körbejárunk, már itt előttem ott van egy ilyen kereszthajó is egyébként, amit onnan most nem lehet látni, tehát egy picit ilyen szakrálissá kezd válni ez a tér, sőt itt van egy apszisunk is, egyszerre három, bár nem biztos, hogy ezt ki fogjuk most használni, de nem teljesen lényegtelen. Szóval hogy felvetődhet néhány kérdés, mégpedig olyan kérdések, hogy mi itt a mű. Ugye egy időben foglalkoztak ilyen problémákkal, hogy mi a mű identitása, ugye, mivel azonos a mű. Önmagával, valami mással, van egyáltalán valami, amivel azonosítható maga a mű. Tehát itt, hogyha körülnézünk, akkor megkérdezhetjük ezt magunktól, esetleg Endrétől, hogy mi itt a mű. Ugye az egyes képek, a képek összessége, az a szituáció, amivel találkozunk a teremben, vagy a mű nincs is itt. Ami nem azt mondja, hogy nincs mű, csak az, hogy nem az van itt jelenetben a térben, illetve van valami mégiscsak, hiszen nem az üres falakat nézegetjük. A következő kérdés, hogy erre a kérdésre válaszolva egy újabb kérdésem, hogy a mű az a fénykép esetleg, vagy az, amit lefényképezett Endre. Ugye ezek láthatóan drónfelvétel is van itt, meg gondolom mindenféle, amúgy is van egy pár ilyen technikai eszköz, gondolom ezek is szerepet játszottak akkor, amikor ezek a felvételek elkészültek, tehát hogy az, amit valamilyen módon megjelenítenek ezek a képalkotó eszközök, lefényképeznek, ezt itt lehet idézőjelben is érteni. Vagy pedig a fényképen közvetített látvány az, amit valamilyen módon a művet jelenteni. Ugye, tehát itt különböző dolgokról beszélünk. Fénykép, az, ami ott van, ahol a fényképezőgép, vagy a kamera, vagy valamilyen képalkotó eszköz volt, ugye, amikor ez a felvétel készült, vagy pedig az a látvány, amivé teszi ez az összes képalkotó eszköz mindazokat a dolgokat, amelyek valamilyen módon megjelennek az itt látható képeken. Azt gondolom, bízom bennem, hogy ezek fontos és jó kérdések. Annak érdekében megfogalmazza
hogy megértsük, vagy valamilyen módon, formában értelmezését adjuk Endre munkájának. És az, hogy hova jutunk ebben az értelmezési munkában, ugye az mindig azon múlik, hogy milyen válaszokat fogunk ezekre a kérdésekre adni. Majd talán vissza tudunk erre térni. Na most ez a probléma természetesen nem mai keletű. Ugye voltak olyan időszakok, amikor a válasz rendkívül egyértelműnek tűnt. Ugye ki volt rakva egy fénykép, ránéztünk, tudtuk, hogy az a mű. És akkor nem vizsgáltuk azt, hogy vajon mi szerepel a fényképen, mert az ebből a szempontból indiferens volt. Ugye minden csak egy ilyen alibi volt, vagy téma, vagy egy olyan dolog, amit a fényképész, a fotográfus, a művész lefényképezett, rögzített, megörökített, és ezáltal valamilyen módon művé formált. A mű az, aminek a rögzített képét közvetíti a fotó médiuma, tulajdonképpen ez lett volna ennek az egykor bevett formulának a megfelelő változata. Azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen egybeesett a konceptuális művészet kezdeteivel, már hogy az a pillanat, amikor ez az egész szituáció megkérdőjeleződött. Ugye, amikor felvetődött az, hogy hát nem a kép, vagy nem a képen látható abban a formában, ahogy a képen látszik a mű, hanem valami más. Ugye, ami e mögött van, vagy távol tőle, valami olyan helyen, amire csak utal, hivatkozik ez a kép, és ezáltal valójában csak egy közvetítőt látunk magunk előtt. És ha minden igaz, akkor ugye ez lenne az a pillanat, nagyvonalakban, ugye, amikor ez az egész probléma problémává válik. Ugye, hogyha megnézzük Gianfranco Gorbominak a fényképét, amely 1970-ben, tehát a Robert Smithson mű elkészülésének az évében készített magáról, erről a spirális formában megépített mólóról, akkor valahogy egyértelműnek tűnik számunkra, hogy itt nem Gorboni fényképe az, amit műalkotásnak kell tekintenünk, hanem több mint valószínű az a valami, és akkor ezt a valamit szándékosan mondom így, és nem mondom azt, hogy mű, meg műalkotás, meg Lenart munka, meg egyebek. Szóval hogy az a valami, ami láthatóvá tesz a kép, ugye ez lenne igazándiból a mű. Még néhány példát mutatok ebből a korszakból, már hogy a műről készült felvételek különböző időpontokból, csak azért, hogy érzékeltessük, hogy nem csak Gorgoninak van fényképe erről a valamiről, hanem például egy műhold is készíthet ilyen felvételt. Térmutató az van ezen? Ugye csak az pont nem látszik a tévén. Megmutatom. Itt van a csigánk. Igen. Tehát az a csiga a mű, vagy amire utal ez a felvétel. Ugye ez a 2000-es évek elején víz alatt volt, a 70-es évek közepét, úgyhogy nagyon sokáig tényleg csak légi felvételeken lehetett látni, a felszínről nem lehetett semmilyen módon képet készíteni róla. Vagy pedig ugye egy másik fotó Soren Howardtól, ami megint csak egy más formában mutatja be ugyanazt a dolgot, amiről beszélünk. És akkor még mutatnék ennek egy magyar változatát, ugye a Halász Károlynak a Robert Smithson halálakor készített homázsát a Dunaparton. Hát egy kicsit benéztem ezt a feketét így a fénykép kapcsán, de felolvasom, hogy mi van rajta. 1973-ban készítette, ez egy zselatinos ezüst nagyítás, 18-24-es, tehát ez a klasszikus fotópapírt formátum. És akkor mutatnék egy-két, illetve egy kortársat is, ugye Scarlett Hofgraf-nak az egyik munkáját, amelynél hasonlóan felvethető ez a probléma, holott már nem a 60-as években járunk, hanem a 2000-es évek kellős közepén. És ugye ahonnan a probléma szerintem ered, túl a konceptuális művészeten, az ugye Alfred Stieglitz fényképe. Marcel Duchamp vizelőcsészéjéről, amelyet Duchamp ugye kisajátít, magáévá tesz, felcímkéz, ezáltal műtárgyá formál, de ugye a kérdés az, hogy valóban
isam tette ezzel a gesztussal műtárgyával az előcsészét, vagy azért ez kellett még egy más. És hogyha megnézzük ezt a fényképet, és elolvassuk azt, amit Duchamp álnéven ugye a Vakember című fanzinban ír erről a műről, ugye, mint a fürdőszoba buthája, egy elég komoly elnevezés. Szóval, hogy a fürdőszoba buthája, akkor láthatjuk azt, hogy miért vitte el Alfred Stieglitz műtermébe a vízelőcsészét lefényképeztetni Alfred Stieglitzet. Tehát, hogy a fénykép, annak itt sokkal több szerepe van annál, mint hogy egyszerűen rámutat valamire, vagy megmutat valamit. Miközben ugye az a fotoművész Alfred Stieglitz, aki lefényképezi ezt a tárgyat, minden egyéb megnyilvánulásában nyilván fotoművészként a saját műalkotásaival lép a közönség elé. Itt mégis egy olyan furcsa helyzettel nézünk szembe, hogy egy olyan felvételt készít, amely ebben az értelemben az ő fényképe, de nem az ő műve. Ugye már, hogyha tudunk választ adni arra, hogy a fénykép kapcsán, hogy valójában mi is a mű, az, amit fényképként elénk tesznek, az a dolog, ami rajta van, vagy azon túl valami más, amely nem látható a fényképen, és nem látható a tárgyon magán sem. Tehát az, ami itt Endre munkájával kapcsolatban megfogalmazódhat, kérdésként, ugye az visszavezethető az én meglátásom szerint Duchampnak, illetve Stieglitznek ehhez a koprodukciójához, és akkor itt meg is állítom csak, hogy gyönyörködjünk magában ebben a fanzinban, amelyet nagy valószínűség szerint maga Duchamp kreált annak érdekében, hogy ez a fénykép belekerülhessen a mellette olvasható szöveggel, ami ugye arra a vitára utalt, hogy mi is történik valójában a függetlenek szalonjába zsűrizésre beadott műtárgyakkal, és mennyire legitim az, hogy valaki mondjuk egy ilyen tárgyat ad be. Annak ismeretében, hogy az a kor mit gondol a művészetről, illetve annak ismeretében, hogy a kiírásban nem szerepel semmiféle meghatározás arra vonatkozóan, hogy milyennek kell lenni annak a tárgynak, amit műtárgyként a pályázó benyújt annak érdekében, hogy kiállítsák majd. Miért utalok erre az egészre? Hát elsősorban is azért, mert ugye 2017. december 27-én Endre tartott itt egy tárlatvezetést. Amely tárlatvezetésnek az volt a címe, hogy tárlatvezetés a Globuter Parkban. És azt gondolom, hogy ennek a helyhatározónak rendkívül fontos szerepe van itt. Ugye miért mondjuk azt, hogy a Globuter Parkban, ez a Kappa Központ Project Roomja, vagy projekt szobája, tere, terme, miközben van ennek a Globuter Parkhoz, azon kívül, hogy esetleg olyan képek vannak itt, amelyek ebben a valós, vagy képzeletbeli, vagy ilyen hibrid módon megközelíthető parkban készültek. Tehát, hogy a tárlatvezetés címében foglalt állítás ugye az, hogy itt magában a parkban vagyunk mi magunk is. Tehát nem kint, nem valahol, máshol, hanem egész egyszerűen itt a Nagymező utcában, a Nagymező utca egy épületének egy terében, amely ebben a térben most így a park reprezentációja lenne? Kérdezem, mert hogy a cím ugye nagyon határozottan állítja azt, hogy ez maga a park, hiszen a parkon belül zajlik ez a tárlatvezetés, tehát mi most mindannyian itt ülve beszélgetünk a parkon belül mindazokról a élőlényekről, a park lakóiról, ugye azokról az egyedekről, amelyek valamilyen módon itt megjelennek számunkra, mások számára is, ugye van egy ilyen kis taxonómiai segítség, hogy hogyan is lehet ezeket valamilyen módon rendszertanilag elhelyezni, mi az ő elnevezésük, és még egy-két adat van ezeken a kis címkéken, amelyek segítenek tájékozódni nekünk a park lakói között. És akkor ugye ennek kapcsán mondhatjuk azt, hogy jó, hogyha ez a park, és itt vagyunk a parkban, akkor ezek a fényképek szintén a parkban vannak, valamilyen módon jelen valóvá teszik számunkra ezt a parkot, ugye mi is ott leszünk ezáltal ebben a parkban, és itt a fénykép, muszáj volt élni ezzel a szóviccel, úgyhogy elnézést kérek valakinek, ez túl egyszerű. Szóval, hogy
A fénykép az itt egy interfész, és ennek segítségével szembesülünk a park lakóival. Ugye, face to face, szemtől szembe, archoz arcnak vetve. Ugye, tehát a szemébe nézünk ezeknek az egyedeknek, és ez egy jó kérdés egyébként, ha már parkról és élőlényekről van szó, hogy vajon mi megfigyelőként vagyunk ott, ők pedig mit sem tudnak a mi jelenlétünkről, vagy pedig ők is figyelnek minket, és ők legalább annyira megfigyelnek minket, mint amennyire mi gondoljuk, hogy megfigyeljük őket. Ugye ez egy izgalmas kérdés, amikor az ember elmegy az állatkertbe, hogy az állatok mennyire szórakoznak jól az embereken, akik oda mennek bámulni az állatokat. És hogy ez nem egy ilyen egyoldalú dolog, hanem nyilván nem azt mondjuk, hogy kölcsönös, de hogy lehet, hogy ők legalább annyira élvezik ezeket a helyzeteket, mint amennyire mi gondoljuk, hogy élvezik. Ugye el tudom képzelni, a majomházban az orangutánt, amit nézi, hogy a gyerekek hogy nyalják az üvegfalat, és hogyan próbálják meg utánozni az orangutánt, és akkor ezzel lehet, hogy ő mosolyog, és még rá is tesz egy lapáttal, hogy mindenféle grimaszokat vág, hogy na, ezt meg tudod még csinálni. És ha nem sikerül, akkor azon is szórakozhat. Jó, tehát, hogy a december 27-i dátum jelentőségének a kibontásába itt most nem mernék belevágni, mert nem biztos, hogy megalapozott lenne az állítás, amit megfogalmaznék, viszont utalok arra, azt hiszem, hogy talán a Muládi Brigitta írta ezt az egyik kritikájában, amely Endre munkáiról szólt, hogy a Szentlélek modernkori apoteózisa lenne az, amit a Prokuter Park kapcsán ugyanak az eredeti Kiscelli Múzeumban kiállított verziója kapcsán megfogalmazott, hatott, és erre enged következtetni azt, hogy a műnek az eredeti munka címe az volt, hogy Holy Spirit, azaz Szentlélek, és hát tudjuk, hogy december 27-e az ugye karácsony másnapja, másodnapja utáni első nap. És akkor a többi mindenki tegye össze saját maga. És mielőtt tényleg rákanyarodnék itt a lendárt és a fotográfia problémájára, nem hagyott nyugodni az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy Prokuter Park. Próbáltam utána járni mindenféle szövegekben, majd Endre segít nekünk, hogyha téves az én következtetésem. De én utána néztem, hát hol máshol, mint az interneten, a könyvtáron már nem jár az ember, egyrészt mert mindenki ott tanul a anatómia vizsgájára, másrészt pedig különböző macerás kikölcsönözni a könyveket. Szóval, hogy a neten olyan információkhoz jutottam, hogy a pló eredeti vagy egyik jelentése lehet az, hogy komuna, község vagy közösség, és van egy ilyen komuna például Cher körzetben a Loire vidékén, ugye ez valahol Franciaország kellős közepe, illetve egy, hát ezt nem tudom kimondani, de mondjuk Aragon megyében van egy másik Plou nevű helység, és ami az érdekesség az az, hogy a bretonul közösséget vagy pedig plébániát jelent a szó. Ez persze nem annyira segít nekünk abban, hogy megválaszoljuk, hogy akkor mi köze van a címnek ezekhez a képekhez, illetve valamit kezdjünk ezzel a címmel. De megközelíthetjük másodlagos a problémát, mégpedig úgy, hogy a wiki szótár szerint létezik egy katalán szó, egy ilyen ige alap a katalán nyelvben, és akkor itt legalább földrajzilag valamilyen módon közel kerülünk Aragon megyéhez, ott már csak pár száz kilométer a különbség, és ugye a katalán nyelvben ez az ige alak, plou, egyes szám harmadik személyű kijelentő alak, illetve egy egyes szám második személyű felszólító módú alakja a plóre igének. Nem tudom, beszél valaki katalánul, igen, akkor javítsa ki a kiejtésemet, mert biztos, hogy nem így mondják Barcelonában. Ez természetesen már így valamelyest közelebb visz minket, mert ha egy picit tovább vizsgálódunk, akkor kiderül a wiki szótár szerint az, hogy a szó eredetileg a vulgáris latin plovere szóból ered, az pedig a klasszikus latin plovo pluere, plui, illetve plo szóból. Még mindig nem tudjuk, hogy mit jelent, de elárulom azt is. Azt jelenti, ez az egyes szám harmadik személyű plo alak, hogy esik, illetve ha felszólító módról beszélünk, akkor az, hogy essél. Itt természetesen nem arról szól, hogy valaki hasra essen, hanem arról, hogy az eső esik, tehát kifejezetten a csapadékra vonatkozik ez az ige.
És hát természetesen van egy kifejezés is a katalánban, ezt nem merem felolvasni, a jelentése az az, hogy zuhog, mintha dézsából öntenék, ahol az egyik szó, az a bizonyos arboc, az kecskebőrből készült borszállítására vagy tárolására alkalmas tömlőt jelent. Na ez már valamelyest segíthet nekünk, nem azért, mintha itt tömlőket látnánk a képeken, hanem azért, mert bár ezek a zacskók ezek emlékeztetnek engem ilyen felfújt marmonkannákra, szóval, hogy a zacskó valamilyen módon szintúgy használható, arra nem biztatnék senkit, hogy bort tároljon benne, de hát valamit mégiscsak lehet benne vinni, néha folyadékot is, hogyha nagyon nagy a szükség. Tehát ugye az, amire utal maga ez a bőrből készült tároló edény, amelyeket vizet is szoktak néha tartani, az valamilyen módon ugye összekapcsolható legalábbis formailag azokkal a dolgokkal, amelyek ezeken a képeken itt körülöttünk láthatóak. Tehát ugye az esőre utal, és megvan ez a szó, vagy mondás, hogy zuhog, mintha dézsából, vagy esik, mintha dézsából öntenék. És akkor mit kezdjünk, ugye már a pló akkor megfejtésre került, mit kezdjünk a buterrel? Nyilván, hogyha rossz a kiejtésem, akkor lehetne ez a vaj szó is, de természetesen nem, ez egy holland keresztnév, úgyhogy innen sajnálom az összes holland férfit, akinek ilyen neve van. Szóval ez egy személynév, viszont a francia nyelvben van egy pont ugyanilyen alakú, bár nyilván másképp kell kiejteni, szó, aminek a jelentés az kb. Annyi, hogy belebotlani valamibe, vagy neki támaszkodni valaminek, makacskodni, illetve bizonyos kifejezésekben jelentheti azt, hogy kinyírni valakit. Tehát megöljük az illetőt. Vagy prózai változatában azt a nehézséget jelentheti, ami egy szó megértése, vagy amit egy szó megértése okozhat. Hát ezzel biztos, hogy szembenézünk, hogyha a címet megpróbáljuk megfejteni. Szóval, hogy a plubuter összerakni a kettőt nem merem ilyen értelemben, de hát akkor most már látjuk, hogy az első rész valami módon erre a felfújható vagy feltölthető hordozó alkalmatosságra utalhat, a buter pedig ebben az értelemben ugye valami olyasmi, hogy belebotlunk, amire támaszkodhatunk, neki dőlhetünk, stb. Nem tudom, ezeknek nem lehet neki dőlni, mert akkor súlyos vége lesz, ha megzavarjuk őket a napi rutinjukban. Tehát, hogy ennyire jutottam, és akkor majd a végén Endrét meg lehet kérdezni, hogy mennyire fedi ez az általa gondoltakat, vagy hogy időből indult ki, amikor ezt a címet adta. És akkor térjünk vissza az eredeti témához, ugye a lens, art és a fotográfia kapcsolata, ha esetleg elfelejtettük volna közben, hogy miért is jöttünk el. Azt gondolom, hogy a cím az eléggé leszűkítő, mégpedig azért, mert a lens art az egy korszak művészetének a része. Ugye, tehát azt gondolom, hogy önmagában olyan, hogy lens art nem biztos, hogy történetileg tekintve létezik, vagy létezhetett valahol volna. És ez a művészeti terület, vagy nem tudom, hát műfajnak nem nevezném semmiképp, művészeti korszak, ugye, amelynek része a lens art, ez a konceptuális művészet. Tehát ilyen módon a kérdést igazán úgy kéne föltennünk, hogy mi a viszonya a konceptuális művészetnek a fotográfiához. Megfordítva, mi a fotográfia viszonya a kortárs művészetben elgondolt művekhez, ez már egy kicsit bonyolult fogalmazás, mert nem a konceptuális művészethez van köze a fotográfiának, hanem azokhoz a dolgokhoz, amelyek ennek, tehát ebben a mezőben, vagy ebben a térben valamilyen módon létrejöttek. Na most, ami ebből ugye következhet, az, hogy van egyszer egy ilyen, hogy lens art, amit esetleg valami művészeti műfajként, médiumként próbálnánk meg elgondolni, műfajként, amelynek van valamiféle mediális alapja vagy háttere, ugye, hogyha lens art, akkor hogyha a festészetnél a festék, a szobrászatnál meg az anyag, amiből a szobor készül, akkor a lens artnál nyilván, mivel földmunkáról, vagy földművészetről, vagy tájművészetről van szó, ugye akkor nyilván a föld lenne az, amit valamilyen módon formálnia kellene a művésznek, annak érdekében, hogy a művét megalkossa. És ugyanígy
Hogyha a fotográfiára gondolunk, akkor azt is mondhatnánk, hogy van itt egy másik médiumunk. Ez így már nagyon zűrös lesz, mert rögtön ezt a médium fogalmat definiálni kéne, hogy milyen értelemben beszélünk róla. Én egyre csak annyit mondok segítségként, hogy itt a Clement Greenberg értette, tehát ahogy a nő meghatározza a médium fogalmat, abban az értelemben ugye beszélnénk itt a fotográfiáról, mint médiumról. Tehát nem egyszerű eszközként, hanem valami annál sokkal komplexebbként, sokkal összetettebbként. Jó, tehát, hogy nem kétféle, vagy nem különböző médiumokkal foglalkozunk, ahogy ezt ugye a Greenbergi fogalom sugallaná számunkra, hanem egy olyan művel, amely különböző módokon mutatkozhat meg. Én már picit itt bővítem ezt a mezőt, elkezdek így terjeszkedni, próbálom ezeket a határokat feszegetni jó Foucault-olvasó módjára, és bár ugyan tudom Foucault-tól, hogy a határok nem átléphetők, de mindig valamilyen módon kicsit tágíthatók, de legalábbis megtapasztaljuk, hogy hol vannak ezek a határok azon a mezőn. Tehát, hogy egy olyan művel találkozunk ennek értelmében, amely különböző módokon mutatkozhat meg, különböző művészi eszközök készletét használva, és ennek a használatnak az eredményeképpen. Tehát amikor feltesszük a kérdést, hogy mi a land art, illetve mi a fotográfia, akkor ez némi magyarázatot igényel. Remélem, az abból már kezd körvonalazódni, ami egész eddig elhangzott, leszámítva a Prüter Park jelentését. Ugye, tehát két kérdést kéne megfogalmaznunk, mi a land art és mi a fotográfia. Ugye a fotográfiát, ha itt a térben körülnézünk, akkor rögtön több részre kellene bontani. Egyrészt a technikai eszközre, ami a kép rögzítésére alkalmas, ugye, tehát a doboz, a hozzátartozó optika és minden egyéb technikai részlet, amit még beleszerelnek ebbe a dobozba. Illetve, és hát persze ott van még a fotonyersanyag, vagy a digitális információ rögzítésére szolgáló SSD, illetve a kettő között helyet foglaló chip, amely ugye a fényt valamilyen módon érzékel és lefordítja egy digitális kódra. És természetesen a másik része a dolognak lenne maga a fotografikus kép. Igen, tehát ha azt mondjuk, hogy fényképezés, akkor ezzel nagyon sok mindent mondtunk egyszerre. Azért jók az ilyen szavak, mert soha nem kell meghatározni, miről beszélünk. Úgy kijelentjük a szánkot, és akkor mindenki azt hiszi, hogy tudja, hogy miről van szó. És ez egy nagyon kényelmes helyzet, mert nem kell elgondolkozni azon, hogy hát tulajdonképpen most mire is gondolok ezzel kapcsolatban. Tehát ugye, ha mi a fotográfia, akkor kéne beszélni külön a kameráról, mint képrögzítő eszközről, külön a képrögzítés módjáról, illetve azokról a képekről, amelyeket aztán majd egy sokadik lépésben előállítunk, és amely képeket majd valamilyen módon hozzáférhetővé tesszük, bemutatjuk, vagy nem mutatjuk be, hanem egyszerűen csak szembe jönnek velünk különböző felületeken. Erre most nem fogok vállalkozni, mert ez nem egy hosszú kurzus itt most, de azt gondolom, hogy fontos ezeket megemlíteni, és fontos szem előtt tartani azt, hogy a fotográfia per fényképezés az egy ilyen nagyon is kényelmes megoldás most az én részemről. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy a fotó ugye technikai eszköz, de nem közömbös technikai eszköz, nem semleges, hanem radikálisan megváltoztatja, illetve átalakítja annak a látványát, aminek a képét rögzíti. Ez is kifejtésre tartana számot, ezt most egyelőre megspórolom. Tehát még egyszer, ugye egy olyan technikai eszközről van szó, ami nem pusztán csak közvetít a látható és a néző között, hanem valamilyen módon a közvetítés során beleavatkozik abba a látványba, amelyet közvetít, megformálja, átalakítja, és hát a szószoros értelemben képként rögzíti. És akkor megint mondtam valami olyan fogalmat, amely megint csak indoklást igényelne, hogy itt mit is értünk kép alatt, egyre maradjunk abba, hogy egy tárgyról beszélünk, ami kétdimenziós, és tegyük fel, hogy négy oldala van,
tehát egy ilyen lehatárolt sík felületre gondoljunk. És akkor nézzük meg, hogy mi a landart. Ez viszonylag egyszerű megválaszolni. Bár úgy tűnik, mintha problémásabb lenne, mint a fotográfia, viszont nem annyira szerteágazó mindaz, amit lefed ez a fogalom, mint a fotográfia esetében. És éppen ezért mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy onnan kéne a dolgot megközelíteni, hogy mi nem a landart, és akkor az segít nekünk, ugye ez a kizárásos megközelítés, ez ilyenkor nagyon praktikus tud lenni. Tehát mindenképp nem szobrászat. Ilyen, tehát a landartról szoktak úgy gondolkozni, hogy hú, az valami a késő modernkori szobrászatnak egy válfaja. Amint majd látni fogjuk, tulajdonképpen Krauss minden törekvése arra irányul, hogy ezt a furcsa szituációt valamilyen módon értelmezze, illetve ebből fakadó ellenmondásokra valamilyen módon egy ilyen kibúvót adjon, vagy feloldást biztosítson. Természetesen hozzá kell tenni azt, hogy Peter Osborne az, aki egész határozottan azt állítja, hogy a landart az nem szobrászat, hanem tulajdonképpen a szobrászat hagyományának a meghaladása, illetve valamilyen módon az elutasítása. Ugye, tehát itt majd látni fogjuk, hogy részben Rosalind Krauss, részben sokan mások, akit még itt meg fog említeni, az Robert Hobbs, csak azért említem, mert ő rendezi 1980-ban a Robert Smithson 73-as halálát követő első retrospektív kiállítást, és ő az, aki ugye a kiállítás címének azt adja, hogy Robert Smithson 2. sculpture, ugye, tehát hogy szobrászat. Tehát, hogy van két pozitív állításunk, ugye Krauss és Smithson állítása, illetve bocsánat, Hobbs állítása. Krausséval majd mindjárt picit beadóban fogunk foglalkozni, hogy van egy negatív állításunk, Peter Osborne, aki azt mondja, hogy a landart az nem szobrászat. És akkor itt jön az, amit ugye Rosalind Krauss ilyen strukturalista elméletekből vesz kölcsön, ugye ez az úgynevezett kiterjesztett mező fogalom, és itt érdekes módon nem arról van szó, hogy a szobrászat kiterjesztett mezője lenne a téma, hanem a szobrászat ebben a kiterjesztett mezőben. Ugye, ami ilyen bináris opozíciókra alapul, hogy mi az és mi nem az. Nem tudom, ott hátulról mennyire látható, ugye alapvetően van egy négyzetünk, amelynek a négy sarkában föl van írva az, hogy landscape, ugye magyar fordításban tájkép. A jobb felső sarkában az, hogy építészet, ugye ez a kettő kizárja egymást, mert a tájkép, mint műfaj, ugye az nem építészet. A bal alsó sarokban van a nem tájkép, a jobb alsó sarokban pedig a nem építészet. És akkor ami nem tájkép és nem építészet, az lenne ebben a rendszerben maga a szobrászat. Ami egyszerre mondjuk tájkép és nem tájkép, ugye, tehát egy ilyen furcsa, bocsánat, félrevezetek mindenkit. Szóval ami ugye egyszerre építészet és nem tájkép, az lehet úgynevezett marked site, ugye, tehát valamilyen megjelölt hely, vagy megjelölt helyszín. Ami pedig ugye tájkép, viszont nem építészet, az ebben a igen, tájkép és nem építészet, az ebben az összefüggés rendszerben lehet axiomatikus struktúra, ugye valamilyen magától értetődő evidens struktúra. Ugye a tájkép és az építészet Krauss rendszerében valami komplex, összetett, a nem tájkép, nem építészet pedig valami semleges megjelölés és meghatározás. És akkor ebben a rendszerben, ugye a szobrászattal szemben, ugye ami valamilyen módon tájkép és építészet, az lenne ugye az úgynevezett site construction, tehát egy olyan struktúra, egy olyan szerkezet, egy olyan építmény, ami egy meghatározott helyet foglal el, és ezen az egy meghatározott helyen található. Ugye, tehát, hogy ez valójában egy logikai formula, ami ezeken a bináris opozíciókon alapul, és a kizárások figyelembe vételével tudja megalkotni azokat a pontokat,
ugye, amelyeket aztán el fog majd nevezni, és amelyek ebben az értelemben valójában, ahogy majd Osborne kicsit gúnyosan hozzáfűzi ehhez, tulajdonképpen nem a szobrászatot jelentik egy kiterjesztett értelmezési mezőben, hanem valóban a szobrászat kiterjesztett mezőjét kéne, hogy jelentsék. Tehát, hogy hogyan tudjuk azt a greenbergi médium fogalmat, szobrászat, valamilyen módon átmenteni, és hogyan tudunk a konceptuális művészet után még mindig valamilyen módon mediális kategóriákban, mint festészet, szobrászat, film, fotográfia, videó, performance, body art és a többi gondolkozni. Miért van Krausznak erre szüksége? Ugye, tehát, hogy ezt a kiterjesztett mezőt a Lendárttal kapcsolatban fölvázolja, és megpróbálja menteni azt, amiről ő úgy gondolja, hogy menthető. A válasz az látszólag rendkívül egyszerű, és akkor meg is kísérelem ezt a választ, mégpedig úgy, hogy Clement Greenbergtől fogok hosszasan idézni. Ugye Greenberg az, aki 1960-ban tart egy előadást, mutatom, ugye a modernista festészetről. Ugye ez először egy ilyen elhangzott előadás volt, később megjelent nyomtatott változatban, és hát valójában egy ilyen bestseller lett ebben a művészet kritikai közegben, vagy azért, mert mellé álltak, hogy Greenberget támogatták, és Greenberg fogalmát használták föl mások, például Michael Fried a saját elméleteinek az alátámasztására, vagy megerősítésére, vagy pedig pont azért, hogy volt valamivel, amivel szembe lehetett menni, és amit lehetett bírálni. Tehát ugye Greenberg ezen az előadáson fogalmazza meg sok minden más mellett azt, hogy a modernizmus lényege, ahogy én látom, és akkor ez idézet, a műfajra jellemző módszerek, eljárásmódok használatában rejlik, annak érdekében, hogy a műfaj kritizálja, azaz vizsgálódás alá vonja önmagát, de nem azért, hogy felfordassa, ugye, vagy túllépjen rajta, hanem azért, hogy még inkább bebiztosítsa saját kompetencia körében. Ez nagyon szépen van megfogalmazva, ez mit jelent? Ugye ez azt jelenti, ha mondjuk fotográfiáról beszélünk, és akkor ha fotográfiáról beszélünk, akkor az 1930-as évek amerikai fotoművészetére illik, vagy kell, vagy lehet gondolnunk, és természetesen mind arra, amit például a világ más pontjain, földrajzilag attól eltérő helyeken megvalósul ebben az időszakban, vagy ezekben az években. Ami ugye annyit tenne, hogy a fotográfia rákérdez saját magára, a fotográfia médiumára. Azt, hogy ez micsoda, hát ezt most nem merném felvázolni. Nagyon röviden itt arra kéne gondolni, hogy hogyan kérdez rá önmagára, ugye egyrészt a kamerára, a kamera használatra, az optikára, az optika választására, a gyűjtótávolságra, mélységélességre és a többi, hogyan kérdez rá a kép rögzítésének a mechanizmusára, automatizmusára, és természetesen ugyanide sorolható, hogy mi a papírkép, hogyan viszonyul ahhoz a negatívhoz vagy pozitívhoz, amiről azt készítik, ebben, ennek mik a sajátosságai, ebben milyen lehetőségek rejlenek, ezeket hogyan lehet technikailag kiaknázni a legmesszebb menőkig, és természetesen mi lesz nem azért tenni a fotográfia, vagy az a fotográfus, aki ilyen módon a fotográfiát használja, hogy túllépjen a fotográfián, meghaladja azt, hanem annak érdekében, hogy bebiztosítsa azt a tevékenységi kört, azt a kompetencia kört, amin belül ő, mint fotoművész tevékenykedhet. És akkor természetesen, ha ezt így komolyan vesszük, már pedig miért ne tennénk, hisz Greenberg egy komoly ember volt, akkor természetesen az, hogy ennek a korszaknak igenis kell, hogy legyen egy fotoművészete, illetve hogyha ragaszkodunk ehhez a médium kategóriához, és ennek értelmében külön választunk festészetet, szobrászatot, és a többi plusz fotográfiát, akkor nyilván, ahogy beszélünk festészetről, mint művészetről, szobrászatról, mint művészetről, akkor beszéltünk fotóművészetről is. Tovább idézve Greenberget, ugye azt mondja, hogy a modernizmus belülről bírál azoknak az eljárásmódoknak a segítségével, amelyeket bírál.
Ez tulajdonképpen az előző idézetben már belefoglaltatik, tehát tulajdonképpen ugyanaz az eszközkészlete, ugye ő Kantra hivatkozik, akiről azt mondja, hogy a logika szabályszerűségeit, és azt, ahogyan a gondolkodás, a logika különböző formuláival ér, azt magával a logikával és a logika eszközkészletével vonja kritika alá. Ezt fogadjuk most el Grimbertől, és akkor nézzük tovább, hogy Grimberg ugye azt mondja, és akkor ez nem idézett, csak egy összefoglalás, hogy a kultúra azon területe, amelyek nem képesek magukhoz így visszanyúlni, tehát kritikusan, úgyhogy megvizsgálják a saját működésüket, megvizsgálják azt, hogy hogyan vannak, és mi a mélyebb struktúrája annak, ahogy léteznek. Minden ilyen területe a kultúrának valamilyen módon nivellálódik, és ilyen nagyon erős szavakat használ, amikor azt mondja, hogy a szórakoztatás részévé válik. Lábjegyzet, zárójelben. Grimbernek van egy elég érdekes tanulmánya a Ditch fogalmáról, és teljesen evidens, hogy ő nagyon radikálisan elutasítja a Ditch-et, mint olyat, ami természetesen összekapcsolódik nála a tömegkultúrával, tömegek szórakoztatásával, mint ahogy egyébként ezt sok más kortársa, például Hermann Broch vagy Adorno is megteszi. És akkor térjünk vissza Grimberghez, megint egy idézet tőle, hogy a művészetek csak azért tudtak megmenekülni ettől a lealacsonyodástól, mert képesek voltak megmutatni, hogy az a tapasztalat, amelyet nyújtanak, önmagáért értékes, és nem megszerezhető más tevékenységek révén. Ugye, tehát, hogy itt a médium fogalomnak nem egyszerűen azért van jelentősége Grimberg számára, mert szét tudja választani, ez szobrászat, ez festészet, ez videó, az fotó, ezt bárki meg tudná tenni, aki bemegy egy kiállító térbe és látja, hogy ez festve van, az faragva van, az a másik az ilyen fotopapíron van, ez meg valami képernyőn látható, tehát ehhez nem kell egy ilyen specifikus médium fogalom. Nyilván a médium fogalom azért fontos Grimberg számára, mert ebben benne foglalhatik ez a fajta tudatos önreflexiója minden művészeti ágban tevékenykedő művésznek, aki ráadásul nem csak a saját művészeti ágára, hanem adott esetben szerepére, ugye mint alkotóira is rá kellene, hogy kérdezzem. Erre persze Grimberg nem tér ki, de ezt megbocsátjuk neki, és nagyvonalúak leszünk vele szemben. És akkor még egy, még két részletet emelnék ki ebből a Grimberg szövegből. Ugye azt mondja, hogy a kompetencia különleges és megfelelő területe minden egyes művészetnél egybeesett mindazzal, amely egyedi volt a médium természetében. Ugye az önkritika feladata az lett, hogy eltüntessen minden olyan hatást, amelyet feltehetően más művészetek médiumától kölcsönzött, így válhat minden művészet tisztává, amely garantálja a minőségi standardokat és a függetlenségét is. A tisztaság, önmeghatározás és az önkritika vállalkozása az önmeghatározás vállalkozásává vált. Ugye, tehát ő azt mondja, hogy minden médiumnak tisztának kell lenni. Ez elég rossz ízű fogalom egyébként. A nácik is állandóan a higiéniára hivatkoztak, és igyekeztek mindent megtisztítani, mindentől, minden élő és eleven és izgalmas dologtól. Tudjuk, hogy ez mire vezetett. Tehát, hogy ennek elég rossz szájíze van ennek a... Ugye ő szó szerint azt használja ahol, hogy purity. Tehát, hogy ezt a fajta tisztaságot kéri számon ezeken a médiumokon, miközben természetesen azt mondja, hogy ugye az, ami egy médium, az azon lehetőségek, eszközök és adottságok köre, amelyek meghatározzák ezt a médiumot. Mivel az ő esetében ugye elsősorban a festészetről van szó, itt ugye a vászonról, vagy a fatábláról, ennek a sík felületéről, a lekeretezettségről, a felhasznált anyagokról, ugye pigmentekről beszél, hozzátehetnénk, hogy az ecsetről, vagy mindenféle spatulákról, amelyekkel ezt a pigmentanyagot föl lehet vinni ezekre a felületekre. Ezek mind legalább annyira részei ennek a médiumnak, mint ahogy egyébként a Hans Belting ehhez hozzáteszi, hogy valójában annak a stílustörténeti korszaknak a mindenféle stílusbeli kötöttsége is, amelyek hát
bizonyos értelemben szükségszerűen meghatározzák azt, hogy egy művész mit tehet és mit nem tehet. Aminek nyilván az az érdekesség, hogy minden művész pont arra törekszik, hogy ezeket a kényszerítő erejű szabályokat lerombolja, illetve azokat a korlátokat valamilyen módon ledöntse, amelyek az ő kreatív alkotói vágyának határt próbálnak szabni. És akkor még egy idézet Grinbergtől, ugye a modernizmus a művészetre irányítja a figyelmet, azokat a korlátokat, amelyek megalapozzák a festészet médiumát, hogy ezt felsorolja. A régi mesterek mindig negatív tényezőként tekintették, amelyeket csak rejtve vagy közvetve lehetett elismerni, illetve elfogadni. Ezzel szemben mondjuk Grinberg a modernizmusban ezeket a korlátozásokat pozitív tényezőknek tekintették, és nyíltan elfogadták. Azt talán nem köztudott, csak szakmai berkekben, hogy Grinberg számára a festészet, mint önálló médium etalonja, az Jackson Pollock művészete volt. És akkor pontosan értjük, hogy mire gondol. Ugye, tehát az önreflexivitás tekintetében. Ugye? Tehát mi az, hogy festék? Mi az, hogy ezt a festéket felhordom egy felületre? Mi jön ott létre? Hogyan jön ez létre a művész beavatkozása által? És a többi, és a többi. Tehát ez lenne ez a bizonyos Grinbergi médium fogalom, ugye, amely valamilyen módon azoknak a... tehát azt tartalmazza, ami konstituál egy ilyen művészeti műfajt. Ugye a szobrászat esetében, ha már ugye a Lendart valamilyen módon összefüggésben hozandó a szobrászattal, akkor a szobrászat esetében ez ugye mindig a térbeliség. Nem mindig persze a körbejárhatóság, mert az csak egy bizonyos művészettörténeti kortól jellemzi a szobrászatot, de a térbeliség az mindenképp. Hát az anyag használat az ebből a szempontból nyilván viszonylag szabad, hiszen a fától, a gipszen keresztül a különböző kövekig, márványig, bronzig, stb. Gyakorlatilag bármi használható, ami képes a saját tömegét megtartani egy bizonyos alapfelületen. Tehát még egyszer ugye Grinberg médium fogalma az, ami kiinduló pont Krauss számára, ő ilyen igazi jó Grinbergiánus, viszont evidens, illetve tisztában van azzal, hogy ez a nagyon leszűkítő fogalomhasználat, ez alkalmatlan arra, hogy valamilyen módon leírja azokat a műveket, amelyek létrejönnek az 1960-as évek közepétől a 70-es évek második feléig, végéig. Hogyha körülnézünk itt a Klobuchar Parkban, akkor természetesen számunkra is nyilvánvalónak kell lenni annak a ténynek, hogy ilyen módon bár ezek az élőlények, hát tiszteletlenség azt mondani rájuk, hogy ugye valami fajta térbeliségük van, mert akkor mindjárt objektiváljuk őket és tárgyakként tekintünk rájuk, ahelyett, hogy élőlényeknek és olyan valamiknek tekintenénk, amelyeknek lelkük van és személyiségük és individualitásuk és a többi és a többi. De hát mégiscsak van valami kiterjedésük, és hát bizonyos filozófusoktól tudjuk, hogy ez ilyen alapvető adottsága az embernek is, nem csak ezeknek a lényeknek, amelyek itt a képeken láthatóak. Tehát Krauss arra törekszik, hogy valamilyen keretet találjon ezen az alapon álló, ugye ezen a Grinberg-féle médium definíción, mint alapon állva, amely valamelyes köthető a szobrászat médiumához, ha valamiképp túl is mutat ezen. És hát tulajdonképpen ez lenne ez a bizonyos kiterjesztett expanded field. Kibővíti tehát a médium kategóriáját, ahogy ő fogalmaz, ez Krauss szóhasználta a posztmediális állapotban. Hát nem tudom, nehéz eldönteni, hogy ő most ilyenkor ironizál, vagy ezt halálkomolyan gondolja. Sok szöveget kéne tőle elolvasni ahhoz, hogy én azt gondolom, hogy egyébként szükségszerűen tudomásul vesz egy bizonyos helyzetet. Ugye az, hogy ennyire szigorúan nem értelmezhetők ezek a kategóriák, de igazándiból nem is nagyon akarja ezt elfogadni, hiszen amikor majd a 90-es évek vége felé ír egy tanulmányt, ami a fotográfia újrafeltalálásról szól, akkor ott a fotográfia újrafeltalálása az pont azt fedi le, ahogyan például Jeff Wall és más művészek ugye táblaképpé
formálják át azokat az egyszerű mindenféle megjelenési módjait a fotográfiának, amelyek olyan meghittek és jól ismertek mindenki számára. Tehát, hogy az az érdekes, hogy ennek az állapotnak az előidézésében viszont hihetetlen fontos szerepe van a fotográfiának. Ezt szinte mindenki elmondja, aki ezzel a korszakkal, vagy bármilyen módon is a fotográfiával foglalkozik a kortárs művészetben. Ugye van, aki radikális módon azt mondja, hogy a fotográfia tulajdonképpen dekonstruálja saját magát, és ez a dekonstrukciós folyamat elválaszthatatlan attól, hogy a konceptuális művészetben a művészek használják a fotográfiát, mint eszközt, és akkor most ez alatt mindent értünk, amit az előbb utalás szintjén megemlítettem. Osborne viszont azt állítja, hogy a 60-as, 70-es években például Robert Smithson és más művészek a végsőkig kihasználják, vagy inkább kiaknázzák a konvencionálisan felfogott művészeti médium hagyományos korlátaitól való megszabadulásban rejlő lehetőségeket. Ezt a bonyolult mondatot nem én írtam, hanem Osborne. Tehát lényegében arról van szó, hogy ők túllépnek ezeken a fogalmakon, és éppen azokat a lehetőségeket keresik, amelyek valamilyen módon megkerülik azt, hogy ezzel a Greenbergi fogalommal bármit is kelljen kezdeniük. Ugye, és azáltal, hogy felszabadulnak ez alól, tehát nem veszik komolyan ezeket a tilalomfákat, nem veszik komolyan azokat az útjelzőket, amelyeket fölállítanak az ő számukra, ilyen módon tudnak létrehozni egy olyan életművet, mint például Robert Smithson. Ezzel, amit egyébként majd az Osborne elnevez posztkonceptuális művészetnek, és azon belül pedig folyamatosan az úgynevezett transzkategorialitásról beszél. Ugye? Tehát a kategóriákon túllépő létmódja a műnek. És akkor föl kell tennünk a kérdést, ugye, hogy kapcsolódjunk ahhoz is, ami még egyszer, ami itt látható. És akkor én fölírtam magamat, az egyszerűség kedvéért nevezzük ezt installációnak. Ami hát ebben az értelemben megint egy kicsit ilyen, nehogy a papírjaimat abból nagy baj lesz. Szóval megint egy ilyen értelemben korlátozó, hiszen akkor megint valami nagyon konkrétat értünk ez alatt, és én azt gondolom, hogy itt van, hogy sokkal, tehát nem jók ezek a szavak erre, tehát hogy ami itt van, az nem installáció. Annál sokkal több, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy teljesen más. A példa, amit szeretnék erre fölhozni, ugye az a pécsi műhely esetében is megfigyelhető, akik a 70-es évek legelején készítettek úgynevezett landart munkákat. Ez kölcsönvennénk Beke László meghatározását, ezt a Műalkotások elemzése című könyvéből másoltam ki, azért, mert rendkívül egyszerűen, viszont egyértelműen fogalmaz mindenféle kertelés nélkül, és mit sem változtat a súlyán és a komolyságán ennek a meghatározásnak, ami szerint ugye a landart az tájművészet, és a művész átalakításokat végez a tájban. Ő Dennis Oppenheimet hozza példaként, aki óriási geometrikus ábrákat szánt bele a földbe, amelyek csak magasból láthatóak. Oda tettem egy csillagot, mégpedig azért, mert ugye Beke a tájszót használja, amit itt most értsünk a hétköznapi értelemben. A táj fogalma önmagában is elég izgalmas téma lenne. És akkor itt van Oppenheimnek az műve, illetve annak egy változata, ez fontos hozzátenni. Ugye látható az, hogy a hólapáttal, ez most nagyon aktuális, ugye a hólapáttal mindenféle köröket készít a folyóparton, és minden egyéb valamiféle ábra is található még a fénykép mellett. Ugye, tehát a fénykép az ebben az értelemben lehetne akár illusztráció is, ugye, hogyha ezek hómunkások, akkor persze nem Oppenheim az, aki ezeket a vonalakat meghúzza a lapáttal, hanem a hómunkások, de akár maga Oppenheim és az ő segítői is lehetnek. És természetesen megvan ennek a topográfiai elhelyezése, ugye mindenféle ilyen képeken, amelyek a médium meghatározásból kiolvashatók, hogy tinta papíron, fotomechanikus nyomat, valószínűleg ez fénymásolat egyébként,
illetve zsírkréta, amiket ő itt alkalmaz. Tehát ugye még egyszer Beke definíciója, tájművészet, a művész átalakításokat végez a tájban. Ugye Oppenheim geometrikus ábrákat szánt bele a földbe, amelyek csak a magasból láthatóak. Ha komolytalankodni akarnék, azt kérdezném, hogy mi ebben a térben is sír, mert azért ez mégiscsak egy sík. Ugye persze nyilván a hó az valamelyest lehet mondjuk, nem tudom, 5-10 centi magas, és akkor annak már van egy térbelisége, de innen a fénykép segítségével magasról letekintve erre az ábrára mégiscsak inkább egy ilyen sík felületnek tűnik, semmit valami térbeli valaminek. De Beke persze a térbeliséggel nem foglalkozik, tehát hogy ő ezt a szobrászat Lendát kapcsolatot teljes egészében szerencsére hanyagolja, úgy ő azt mondja, hogy itt a tájban történik valami fajta beavatkozás. Tehát visszatérve, hogy a Pécsi műhely a 70 és 72 között készültet mindenféle munkákat, amelyeket ők egyébként maguk Lendart munkának neveznek, és minden egyes katalógusban, illetve kiállítási falszövegben így kerülnek ezek feltüntetésre. Van itt egy film, ja, még mielőtt a filmre rátérünk, csak még egy ilyen Lendart munkát szeretnék megmutatni, hogy egy kicsit így ezt a bizonytalanságot fenntartsam. Ugye Walter de Maria, aki szintén egy Lendart művész, ugye nem csak New Yorkban, hanem Münchenben és más városokban is létrehozott ilyen dirt roomot, tehát az ilyen sárokban telehordva, vagy sára van telehordva ez a belső tér, illetve earth room, bocsánat, és ugye ezt is Lendart munkának tekintik. Na most ugye föltehetjük a kérdést, hogy mi számít itt beavatkozásnak a tájban, az, hogy a exkavátorral kimentek a földekre és telepakolták a teherautót földen, hogy beutcolták a múzeum, vagy a tér, vagy nem tudom, épület, raktár, bárminek a belső terébe, és a beavatkozás azt mondja, hogy kiemelik a földet, vagy pedig a mű lényegében az, amikor behordják a földet. És akkor itt a föld az azonos-e a tájjal, vagy egyenértékű, vagy annak egy ilyen metaforikus megjelenítése, vagy tulajdonképpen mit is kezdünk ezzel az egésszel. És akkor ugye itt van egy már ismert kép a falakról, ugye az egyik kép a Lopeter Park egyik élőlényéről, lakójáról, illetve egy másik, amelynél ugye szintén föltehető a tájformálás, vagy fölvethető a tájformálás kérdése. Ugye ez mindig attól függ, hogy hogyan viszonyunk ez az egészhez. Hogyha a tájat már eleve valamilyen módon képszerűen ragadjuk meg, mint ahogy az esztétikában erre számtalan utalás történik, ugye, hogy a táj mint olyan csak képként létezik, mindegy, hogy az elménkben vagy megfestve, vagy lefotografálva, vagy lerajzolva, vagy bármilyen egyéb módon. Tehát abban az esetben persze a tájba avatkozik be itt a művész, azzal, hogy a lelkeket befogó szatyrokat fölköti erre a drót szerkezetre, viszont abban az értelemben, ahogyan itt a földmunkák esetében ezzel foglalkozhatunk, ugye itt ez a beavatkozás más módon, vagy egyáltalán nem valósul meg. Ugye és a Pécsi műhelyt emlegettem, ugye itt van egy videó felvétel, amit majd mindjárt megnézünk. Itt ugye nem Lendart munkáról beszélnek, hanem akcióról. És akkor, hát ha van türelmük, akkor megnézzük az egészet. Érdekes egy ilyen filmdokumentum, hangja nincs. Ugye ez egy ilyen szupernocas filmfelvevővel készült, tehát hogy egy ilyen hobby eszköznek tekinthető kamerával. Ugye ezt azért játszom le ezt a videót, mert föltetjük ezzel kapcsolatban a kérdést, hogy rendben ez egy akció, hiszen emberek szaladgálnak itt papírcsíkokkal. De vajon egy bizonyos nézőpontból, vagy egy bizonyos pozícióból ez nem beavatkozás-e a tájba? Ugye, tehát, hogy csak maga az akció a fontos, vagy fontos esetleg valami más. Főleg azért, mert ennek van egy
fényképi, tehát egy ilyen állóképes dokumentációja is, amelyet nézve rögtön egy egészen másfajta tapasztalatra tehetünk szert ennek az egésznek a kapcsán. Jó, bocsánat, de megállítom. És akkor nézzük a másik munkát, a Pécsi Műhely megannyi, vagy a Pécsi Műhely alkotóinak megannyi művéből. Ugye ez a hivatalos meghatározás szerint az erdő széles fehér sáv viszintes línia mentén. Lendált akciók 70-72, 70-ben készült, a helyszín az a Pécsi tévétorony mögötti írtáson volt, meghatározzák földrajzilag, hogy ez pontosan hol van, és ugye ott vannak a résztvevők. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy a résztvevők személye rendkívül fontos, tehát hogy ők is hozzátartoznak ez az egészhez, akár alkotóként, akár valamilyen más értelemben. És akkor ugye van egy rövid leírás, amit mellékelnek ez a műhöz, mégpedig az, hogy a kifeszített vonalhoz rendeződő, vagy más nézőpontból szétzilálódó fehér sávok különböző látványa. Ugye? Tehát, hogyha ezt így jól megnézzük, akkor ami egyébként jellemzi a Pécsi Műhelynek ezt a korszakát, hogy itt valójában leginkább különféle jelek elhelyezésével találkozhatunk. Tehát itt a széles fehér sáv az valamifajta jelként értelmeződik, és hát nyilván az érdekessége, vagy a különlegessége, vagy a sajátossága ennek a dolognak az, hogy ugye kihúznak egy vonalat, ami valamilyen értelemben vízszintes, tehát mondjuk a tenger szintjéhez képest vízszintes, és mégis abban a pillanatban, hogy a földrajzi adottságokból fakadó a néző elmozdul, ugye ez a vízszintes megszűnik létezni. Ez megint nagyon érdekes és izgalmas kalandos sétára invitálhat minket, ha nem is a pécsi erdőbe, de legalábbis abba a másikba, amely valamilyen módon a perspektívával és a modernség nézőinek kitüntetett pozíciójával foglalkozik. És hát tulajdonképpen azzal, hogy hogyan zilálódik szét a 20. század második felére ez a kitüntetett nézői pozíció, és hogyan kényszerülünk azzal szembesülni, hogy nincs az a uralkodó tekintet, amivel a világra rápillanthatnánk. Tehát, hogy ez csak egy korszaknak a szemfényvesztése, vagy illúziója, vagy nem tudom, hogy lehet ezt szebben mondani. Tehát, hogy itt ugye kimozdulunk ebből a nézőpontból, megváltozik az, amit a leírás vagy a meghatározás szerint látnunk kellene. És ugye ennek az egésznek az az érdekessége, hogy teljesen különböző kontextusokban, hol egy lépcső mellett, hol épületek falán, hol az erdőben, hol pedig egy bányában, vagy bármilyen más helyeken, különféle kontextusokban jelennek meg ezek a jelek, amelyet ilyen módon kiterítenek mondjuk a háromdimenziós térben, tehát valamilyen módon ugye térileg szervezik, majd ezt a téri helyzetet visszafordítják a kétdimenziós síkba, ugye a fotó segítségével, ami azért lehet izgalmas, túl azon, hogy nem azt látjuk, amit ők mondjuk adott esetben a helyszínen tapasztalnak, mert pontosan ebből fakadóan egész más, ha úgy tetszik, új tapasztalatokhoz juthatunk, hisz minden másképpen látszik, mint ott egykor az erdőben. És akkor visszatérünk még egy gondolat erejéig Krauszhoz, ugye ezt említettem, hogy nem csak land artról beszél, hanem más fogalmakat is használ, amelyek túllép ezen a hagyományos szobrászat paradigmán. És ugye pont ez az izgalmas ebben, hogy ilyen nem szobrászati pozíciókat is fölkínál ezzel számunkra a Krausz, ugye ezeket már említettem, ilyen ez a bizonyos site construction, ugye, vagy helyi építmény, axiomatikus, vagy magától értetődő nyilvánvaló szerkezetek, megjelölt, vagy pedig kijelölt helyek. És természetesen az, hogy mennyire bizonytalan lábakon áll ez az egész konstrukció, amit Krausz itt fölkínál számunkra, azt nagyon jól mutatja
ugye legalábbis szerintem Edward Rusának számos munkája. Ezek között például a 34 parkoló Los Angelesben című, ugye, ami 1967-ben jelenik meg művészkönyv formájában. Ugye ezt úgy kell érteni, hogy egy rendes könyv, össze van fűzve, van borítója, meg hátulja, és 34 fényképet láthatunk 34 különböző parkolóról. Nyilván mondhatnánk azt, hogy jó, és akkor most mit kezdjünk ezzel az egészen, mi ebben az izgalmas, mi ebben a jó, mi ebben az érdekes. Hogyha egy picit tovább, vagy mondjuk megnézzünk egy másik felvételt is ebből az albumból, akkor egyrészt egy érdekes átalakulásnak lehetünk a szemtanúi, mégpedig annak, hogy 1999-ben készül feltételezhetően az eredeti negatívról, már ha van ilyen, vagy a reprodukcióról, amit felhasznált Rusa, készül egy fénykép, egy ilyen hagyományos, ezüst gelatinos nagyítás. Ugye, tehát ami fotopapírra le van nagyítva, 39x39 cm, azt mondom, elírtam, nem baj. Szóval, hogy tehát láthatunk egy másfajta, a korábbiaknál valamelyest képileg mindenképp izgalmasabb fényképet. És akkor ezzel kapcsolatban megfogalmazódhat szintén egy pár kérdés bennünk, hogy mik ezek. Ugye gondolhatnánk azt, hogy hát ezek stadionok, illetve parkolók, amelyeket lefényképez, vagy lefényképeztet Erdősen, ugye, tehát nem is saját maga készíti ezeket a felvételeket, hanem másokkal csinálhatja meg, vagy mások fényképeit veszi meg és használja föl. Tehát, hogy ez mi ezt a Lendárthoz sorolhatjuk, hiszen itt is valamifajta beavatkozással találkozunk, ugye elég radikálisan avatkoznak be a tájba. Nyilván nem az az intenció, ami mondjuk Smithsonnál, de mégiscsak valamifajta radikális beavatkozást láthatunk. Viszont, hogyha ennek a fényképi változatát nézzük, akkor ha visszagondolunk Duchamp vizelőcsészére és annak fotografikus megjelenítésére Stiglitznek hálan, akkor föltehetjük a kérdést, hogy vajon ez egy ready-made. Ugye ez egy talált tárgy, egy olyan objekt, amire rá lehet Rusa, fénykép segítségével kiemelte az eredeti kontextusából, újra kontextualizálta, beemelte egy könyvbe, amelyet elnevezett művészkönyvnek, és ezáltal tulajdonképpen egy ilyen furcsa land art ready-made, nagyon sok idegen szó, szóval ilyen furcsa land art ready-made transformálja a parkolót és a Dodgersnek a stadionját. Ezek kérdések. Vagy hát nyilván megfogalmazódhatnak, hogy tulajdonképpen ennek a kérdésnek ebben a kontextusban semmi értelme nincsen, hiszen itt egy művészkönyvről beszélünk, amelyben összegyűjtött Rusa fényképeket, amely fényképek valamilyen módon az ilyen típusú fotografikus gyakorlatnak a banalitására, hétköznapiságára, egyszerűségére, stb. Lenne hivatott utalni. És ugye éppen ezért föltehetjük a kérdést, hogy mi a lényeg. Ugye, tehát, hogy az-e a lényeg, amiért, vagy ahogyan a műre tekintünk, és hogy ebben a tekintetben valójában mi is az, ami művé fog válni. És akkor ugye a már korábban megfogalmazott kérdés, hogy a kép az vajon csak közvetíte felénk. Ugye, vagy itt valamilyen más funkciója van. Van egy másik munka is, ugye szintén jó pár évtizeddel későbbről, a már emlegetett Scarlett Hof Graflandtól, hogy a képben láthatunk néhány, az egyszerűség kedvére elárulni, ezek bányászok, ugye, akiket ilyen felfújható ezüst színű gumiúszókkal összekapcsol a művész, és leülteti őket ebbe az egész elég kopár térségbe, amely mögött egy hatalmas hegy látható. Ami miatt ezt megmutatom az, hogy egyrészt az az érdekes, hogy Graflund ugye saját maga a fényképeit tekinti a végleges műtárgynak, de erre később majd vissza fogok térni, hogy ugye itt mi a mű, az szerint a logika szerint gondolkozunk, ahogy mondjuk a Pécsi Műhely, vagy Smithson, vagy Oppenheim, vagy éppen Edward Rusa képei kapcsán megfogalmazódott. Tehát, hogy mi itt a mű, mi a land art mű,
Mi a hegy, vagy az, ahogy a bányászok helyet foglalnak ebben a térben, maguk a bányászok lennének azok, akik ebben az értelemben a művet megalapozzák és jelentik, vagy pedig a fénykép maga, ami ugye Scarlett Hofkraflant saját önképe, önmeghatározása és önértése alapján maga a mű. Annyit elárulok, hogy ami a háttérben van, az egy meddőhányó. Ebben az értelemben megint csak egy radikális beavatkozás a tájba. A pikantériája a dolognak nyilván az, hogy Graflant nem csak a land art művet mutatja meg, hanem a land art művek az építőit is, ugye a bányászokat, akik nyilván csak jelképesen vannak ott, már abban az értelemben, hogy ők nem ők azok kizárólagosan, akik létrehozták ezt a monumentális művet, hanem pusztán szimbolikusan megjelentik mindazoknak a közösségét, akik évtizedeken keresztül ebben a bányában dolgozva fölépítették ezt a hatalmas hegyet. Azt gondolom, hogy ez egy olyan merész vállalkozás, amelyet bármilyen művész örömmel vallana magáénak. Hát csak egy ilyen bányavállalattal kell leszerződni, és akkor már is megvalósulhat ez az álom. Arra vissza fogunk majd térni, hogy tulajdonképpen miért fontos itt a fénykép, miért fontos az, hogy a korábbiakkal ellentétben nem egy fekete-fehér dokumentációt látunk itt, hanem egy színes képet, amely kapcsán ugye ma már nem szoktuk a dokumentálás tényét kétségbe vonni, de egy időben a színes fényképeket nem tekintették dokumentáló erejű képnek, pont azért, mert hogy a szín az valamilyen más lehetséges értelmezéseket is megenged. És akkor visszautalok megint csak a Plobuter Parkra, és fölteszem a kérdést, hogy ennek ismeretében akkor megint csak hogyan tekintsünk mind arra, ami körülvesz minket, illetve hogyan tekintsünk mind arra, amire utal, illetve mutat mindaz, amit a falon megjelenik ezeken a felületeken. És ugye megkérdeztem magamtól, hogy hol marad az a lokális tapasztalat, ugye, ami adott esetben azon a helyszínen, vagy ahhoz a helyszínhez köthető, ahol ezek a lények vannak. Ezt hogyan közvetítheti felünk a fénykép? És tulajdonképpen ebből fakadóan, ugye ez a közvetítés lenne az, amit valamilyen módon a műnek kéne értenünk, vagy pedig azt, amivé a fényképezés és a fénykép formája ezeket a helyszíneket, ezt a lokális tapasztalatot, ami ugye például a fénykép készítőjének a tapasztalata, vagy pedig föl kell tennünk a kérdést, hogy helyettesítheti-e ez azt a másikat, állhat-e helyette, tudja-e ugyanazt nyújtani, vagy szükségszerűen egészen más az, amit így megélünk és megtapasztalunk, mint az, amit ott az, aki a fényképet készítette. Ennek csak annyi relevanciája van, ez majd már a fotográfia kapcsán lesz igazán érdekes, hogy a sajtófotó az pont ezeken az állításokon alapul. Ugye, tehát a 1920-as évektől, hogy szinte jelen vagyunk ott, ahol a fotográfus is jelen van. Szinte ugyanazt látjuk, szinte ugyanazt érezzük, szinte nekünk is izzad a tenyerünk, amikor előttünk cafatokra tép valakit a becsapódó akna a tengerparti sósvízben, és a többi, és a többi. És akkor természetesen ugye, Na, és akkor el is jutottunk a másik fontos kérdéshez, hogy ugye mi a fényképezés, illetve hogy leegyszerűsítsük ezt a dolgot, mi a fényképezés szerepe ebben az egész szituációban, vagy inkább még egyszerűbben mi a funkciója. Miként viszonyul mindahhoz, amit rögzítenek vele, és mi a kettő közötti kapcsolat. Általánosságban ugye mondhatjuk azt, hogy a fényképezés vagy a fotográfia nagyon tágon értelmezve, ugye a fotográfia az egy kommunikációs eszköz, és ez a idézőjelbe tettem a médium logikájából következik, mert itt a médium az szószoros értelmében közvetítő és köztes elem, mégpedig ezeket most átugrom, mégpedig annak a sémának az értelmében, amelyet egy Claude E. Shannon nevezetű amerikai matematikus 1948-ban papírra vetett, az általános kommunikációs rendszer sematikus ábrázolásaként. Most az itt nem kell, hogy foglalkoztassunk bennünket, hogy ez ugye a kommunikációs folyamatnak a nagyon leegyszerűsített, ám de nagyon alapos és minden apró részletek kiterjedő
ábrája. Tulajdonképpen az a médium, amiről itt szó van, ugye, hogyha a fotográfiát kommunikációs eszközként fogom föl, a médium az tulajdonképpen az a valami, ami ebben a rendszerben közvetíti számunkra az információt. Tehát ugye mi a fényképezés szerepe ebben az egész történetben? Hogyha kommunikációs eszköz, akkor milyen funkciót tölt be? Ez a funkció dokumentálás, esetleg archiválás, vagy a művészi alkotás létrehozása. Ugye egyáltalán tudunk-e ezekre a kérdésekre válaszolni? Szét tudjuk-e választani, hogy mondjuk Walter de Maria villámló mezője, ugye Lightning Field című munkája esetében a fénykép az milyen funkciót tölt be? Épp ezért ugye a kérdés az, hogy kell-e, illetve tudunk-e válaszolni erre? És hát persze, mit tesz a fénykép a dologgal? Ugye? Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy kommunikációs eszköz, akkor tulajdonképpen azt várjuk el tőle, hogy az, ami az input oldalon belekerül információként, az végig haladva a csatornán, az output oldalon ugyanolyan módon és formában jöjjön ki. Minden média teoretikustól tudjuk, hogy azért ez nem így szokott lenni, mert mindenféle zavarok léphetnek föl ebben a kommunikációs csatornában, ugye meg valamilyen módon torzítják az információ tartalmát, és nem is biztos, hogy a dekódolás az teljesen egyértelműen történik, de ezt már csak én teszem hozzá. Ugye, tehát nyilván ahhoz, hogy megértsük az üzenetet, ahhoz az input oldalon végrehajtott kódoláshoz használt kódot az output oldalon mindenképp ismernünk kell. Ugye Turing kapcsán, hogyha látták ezt a nem olyan rég mozikban vetített filmet, ugye akkor pontosan tudjuk, hogy miről van szó, hiszen az Enigma kódját, tehát csak akkor tudják, hogy mi fog történni a következő napon a hadműveleti szintereken, hogyha meg tudják fejteni az Enigma kódot. Tehát a kód ismerete az ilyen formán nélkülözhetetlen. De még egyszer föl kell tennünk ugye a kérdés, hogy valójában ebben a kommunikációs rendszerben a fotográfia, amire a legelején már megállapítottuk, hogy nem egy semleges közvetítő, hanem valamiképp formál és alakít és átalakít. Ugye az mit tesz a fényképpel, és hogyan fogja formálni, és miért fogja formálni. Ilyen apró dolgokra szeretném csak fölhívni a figyelmet, mint például a síkbeliség, ugye az, hogy fekete-fehér vagy színes, a méretválasztás, az, hogy kicsi, nagy, távoli, közeli módon van megjelenítve az a dolog, amit a fényképen láthatóvá tesznek. És ugye ezek miatt a dimenzióváltások miatt például egy megjelenítés lehet monumentális, de lehet nevetséges is. Tehát ebben a megközelítésben például megnézzük De Maria művéről, ami 77-ben készült ezt a felvételt, akkor azt mondom, hogy ez inkább banálissá teszi ezt a művet. Ugye, hiszen itt ilyen alumíniumban, nem tudom milyen acélpóznák állnak ki a préri füvéből, és merednek az ég felé, és hogyha megnézzük mögött a hegyláncot, akkor ez nem is olyan monumentális. Akkor nem is értjük, hogy most oké, mi ezzel a helyzet. Persze érteni véljük, hogy meghatároz egy területet, kijelöl egy szférát valamilyen módon, és akkor ott vannak ezek a póznák, és akkor ha így sütönak, akkor így csillognak, ha úgy sütönak, akkor úgy csillognak. Igen, ám, de mi történik akkor, hogy oda megy a fotográfus, és megvárja, amíg jön a vihar. És elkezdenek ténylegesen csapkodni a villámok ezekbe a póznákba, ami miatt tulajdonképpen az egész mű készült. Ugye, tehát nem arról van szó, hogy póznák álljanak ki az arizonai sivatagból, hanem arról van szó, hogy ezek a póznák, ezek hogyan kezdik majd el vonzani a villámokat. És ez egy nagyon érdekes felvetés, vagy hogy mondjam, lehetőség arra, hogy egy kicsit újra gondoljuk az egész lendár problémáját. A villám ugyanis nem tartozik a Földhöz tartozik, a Földet, mint égitestet gondoljuk el, és mondjuk a légkör az még a Föld része, és a légkörben található felhők, és a felhőkben létrejövő elektromos töltés, majd ezeknek a kisülése mégiscsak ebben a szférában zajlik le, tehát ebben az értelemben ez mégiscsak a Földhöz tartozik, de itt a Föld, mint anyag, ugye az, amin járunk, meg az, amiben a gabonát vetjük, meg az, ami nem tudom, kertészkedés közben a csizmánkra tapad, vagy a bakancsunkra, az semmilyen értelemben nem jelenik meg. Azért tulajdonképpen csak egy tartó funkciót tölt itt be, azért, hogy ezek a póznák az ég felé meredezhessenek, és ami az érdekes, hogy ugye a mű a teljes értelmét
valójában akkor nyeri el, amikor ezek a villámok elkezdenek csapkodni. Nem véletlen az, hogy ennek a fényképezése állítólag, nem tudom, hogy tényleg így van-e, egyszer valahol olvastam, hogy állítólag nagyon szigorúan szabályozó. Tehát engedélyt kell kérni ahhoz, hogy valaki ezt így fotografálhassa. Mint hogyha, nem tudom, ez ilyen vicces, mint hogyha ez ilyen szerzői jogi védettség alá tartozna, hogy mikor csak bele egy villámállítóba a villám. Tehát láthatjuk a nagyon radikális különbséget, ugye e között a kép között, meg e között a kép között. Teljesen más tapasztalatot enged meg ez, teljesen másfajta értelmezést meg számunkra ez a kép, mint az egyen korábbi. És akkor térjünk megint csak vissza a Globuter Parkhoz egy referencia erejéig, hogy mit tesz itt a fotográfia, és hogy ugyanúgy, ahogy a korábbiakban megint csak van-e értelmi ezt a kérdést, vagy pedig ahelyett, hogy azon gondolkoznak, hogy hogyan formálja, transformálja, módosítja, vagy lehetetleníti el mindazt, amit Endre ezeken a helyszíneken megvalósít, a fotografikus kép, vagy a videókamera, vagy bármilyen más képrögzítő eszköz, nem lenne értelmesebb segítségül hívni a már hivatkozott és idézett Peter Osborne-t és az ő posztkonceptuális művészet fogalmát. Osborne állítása ezzel kapcsolatban az, hogy itt egy olyan történetileg bevett és használt kategóriákról beszélünk a médiumok kapcsán, mint a médium hagyományos művészettörténet és művészetelméleti fogalma, ami mára történetileg destruálódott. Tehát ez az, amit ő gyakorlatilag a konceptuális művészethez köt, az, hogy a konceptuális művészet a médiumok használatából fakadóan valójában lehetetlenné teszi ezeknek a fogalmaknak a további használatát. Ezt én nem fogom megmutatni, mert a neten nem hozzáférhető, de ugye a legelején láttuk Smithsonnak a spirális mólóját, ami engem mindig egy kakaós csigára emlékeztet. Tehát, hogy láttuk ezt a művet fényképeken. Én személyesen soha nem láttam ezt eredetiben, nem tudom, van itt közöttük valaki, aki részletetett abban a szerencsében, hogy Utah államban járhatott és megnézhette, de az építés folyamatáról készült egy film, készült egy könyv, amelyben részben fotók vannak, részben pedig ugye Smithson saját írásai, amelyek erre a műre, a mű létrehozására, a koncepcióra, stb. Vonatkoznak. És hát természetesen ott vannak a fényképek, amelyeket az olasz fotográfus, illetve hát sok más fotográfus készített erről a műről, ami szorosan persze nem kapcsolódik magához a műalkotáshoz. És hogyha elfogadjuk azt, amit Osborne itt fölvet, akkor tulajdonképpen azzal kell szembesülnünk, hogy itt nem médiumokról beszélünk, filmről, könyvről, teoretikus esszéről, vagy landart munkáról, hanem egyetlen műről beszélünk, amelynek ennyi különbözőféle megjelenési és megvalósulási módja van. Ami azt gondolom, hogy nem csak a látható és a nem látható viszonyrendszerében bír jelentőséggel, hanem elsősorban abban a szempontból, hogy hogyan értjük meg, vagy hogyan értelmezzük Smithsonnak a munkáját. És akkor itt visszatérnék ugye Osborne szövegéhez, aki azt mondja, hogy a posztkonceptuális művészet, mint kategória új interpretatív feltételeket kínál az egyes művek elemzéséhez. Pontosan ez az, amit megnyerünk akkor, hogyha mondjuk nem egy dokumentumfilmnek tekintjük azt a filmet, amelyet Smithson megbízására az ő közreműködésével leforgatnak 1970-ben, vagy nem egy ilyen teoretikus alapvetésnek tekintjük azokat az írásokat, amelyek ebben a könyvben megjelennek, hanem valamilyen módon ezek a mű részévé válnak. Ugye ezek ugyanúgy konstituálják a művet, ugyanúgy részei, mint az a valami, amit objektumként meg lehet tekinteni, és ugyanúgy részei azok a fényképek, amelyek ezek az objektumok meg annyi módon, meg annyi megjelenési formában valamilyen módon láthatóvá teszik a számunkra. És akkor idézném fordításban Osborne-t. Ugye, tehát a posztkonceptuális művészetnek 6 lehetőség feltételét fogalmazza meg.
És ezeket most csak azért írtam ki, soha nem jó ennyi szöveget fölírni egy ilyen diára, de azt gondolom, hogy fontos, hogy itt velem tudjátok olvasni ezt a szöveget, és próbáljuk meg ennek fényében újból szemügyre venni mindazt, amit itt látunk, és újból elgondolkozni azon a címen, amit a tárlatvezetésnek adott Koronczy Endre, a tárlatvezetés a Jobbuter Parkban. És akkor ebből a hat pontból az első, ugye az, hogy a művészet konceptuális jellege, ugye, tehát hogy fogalmakból jön létre, és ezek kapcsolatából és példaszerű példaként megjelenített, bemutatott a diszkrimináció, kizárás gyakorlásában, azaz művészet, nem művészet szembeállításának a tudatosítása. Ez egy elég bizarr mondat, nem is igazán mondom, hogy nincs pont a végén. Tehát ugye az első lehetőség feltétel az, hogy a művészet konceptuális jelleggel bír. Azaz, hogy fogalmakból jön létre. Azzal, hogy a művészet, nem művészet szembeállítás mindig valamilyen módon tudatosítani kell. Azzal, hogy ugye minden egyes bemutatás az példaként való megjelenítés. És hogy itt mindig gyakorolja ezt a fajta diszkriminációt, azaz a kizárást. Ugye, tehát az, amikor mondjuk itt a zacskókra tekintünk, bocsánat a blasfémiáért, szóval a zacskókra tekintünk, akkor ezek a zacskók vajon tényleg zacskók-e, vagy nem zacskók. Ugye itt egy szeméttelepről összegyűjtött nem tudom micsodákat látunk, amelyeket valamilyen módon véletlenszerűen összeterelt a szél, és akkor Koronczy Endre álljunk talált Krapany mellett a tengerparton, arra is akadhat, ha szerintem ma már példa, és akkor ez megtetszett neki, és lefényképezte, mint művet, vagy pedig ugye ő maga ezeket az acskókat szervezi meg valamilyen módon, annak a koncepciónak megfelelően, amely az alapja ennek az egésznek. Miközben ugye ebben a felhasználási módban állandóan gyakorolja ezt a szembeállítást, ugye, hogy művészet, nem művészet. Ugye a második pont, ez a megszüntethetetlen, de radikálisan nem megfelelő esztétikai dimenzió. Ugye ez egy nagyon szigorú megállapítás. Esztétikum nélkül nincs mű. Ugye, tehát az, ami a konceptuális művészek vágyában volt, hogy telepátia segítségével a fogalmakat így átültetjük a másik fejébe, és akkor az ugyanazt fogja magában látni, mint mi. Ez már csak azért is abszurd, mert hogy ugye mi is magunkban valamilyen módon képeket társítunk bizonyos fogalmakhoz, és elképzeljük ezeket a dolgokat. Na most az egy kérdés, hogy a telepátia után közvetített gondolatnál a képet is közvetítjük-e, vagy csak a gondolatot, vagy a fogalmat. Na most abban a pillanatban, hogy van valamiféle materialitása, ugye, tehát szükségszerűen meg kell jeleníteni ahhoz, hogy át tudjuk adni a másiknak, abban a pillanatban, hogy van valami materialitása a dolognak, akkor ez már bír valami fajta esztétikai dimenzióval. Ugye, tehát kell ez az anyagi megvalósulás. Kell a térbeli, időbeli, anyagi megmutatása a dolgoknak. És akkor a harmadik pont, ami az előzőből következik, ugye az esztétikailag értett, lásd az előbb, anyag esztétizálás ellenes felhasználásának kritikai szükségszerűsége. Ugye azt tudjuk, hogy az első világháború utáni művészeti mozgalmak azok leszámolnak a szépség hagyományos fogalmával, illetve alapvetően megkérdőjelezik, problematikussá teszik a szépséget, önmagáért alkalmatlannak és használhatatlannak tüntetik fel a művészetben. Ugyanezt tapasztaljuk majd a második világháború után, akár a fluxusnál, akár a konceptuális művészetnél, tehát itt ilyen radikális, szépségellenes esztétikával kell valamilyen módon szembenéznünk. Tehát mindenképpen ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogyha itt körülnézünk, akkor vajon ez hogyan kapcsolódik ezekhez a képekhez. És ez már egy jó és fontos felvetés, hogy ott a helyszínen vajon tényleg ugyanazt látjuk-e, mint azt, amit ezeken a képeken. És akkor itt jön ugye a fotográfia már sokat emlegetett szerepe, hogy hogyan formál, alakít és alakít át. És szükségszerűen és majdnem kényszerűen jelenít meg olyan esztétikai minőségeket, amelyek nem
az ottani dolognak a részei, hanem csak és kizárólag a fotográfia technikájából fakadnak. Jó. Papírt. Tovább még itt a zárójelben, ugye azért, tehát hogy azért van ez a kritikai szükségszerűség, hogy ne nézzük kicsnek, mert a szépségvelőség, mint fő mozgatóelv szemben áll a társadalmi politikai témákkal. Ugye, tehát, hogy ez, ennek komoly oka van, legalábbis Osborne szerint, hogy a társadalmi politikai témák azok ebben a, hogy ilyen módon nem közvetíthetők, nem felvethetők, nem lehet rájuk művészi eszközökkel reflektálni. A negyedik pont, ez a már emlegetett transzkategorialitás, ugye, tehát transzkategoriálisnak kell lenni a posztkonceptuális művészetnek, illetve a műnek, tehát hogy a művészet lehetséges anyagi formáinak végtelen kiterjesztése. Az, hogy bármit felhasználhatok. A termet, a papírt, a nyomdafestéket, a csavarokat, azokat a gumibigyókat, amelyek odaerősítik a falhoz a képet, vagy ezt a papírt, felhasználhatom hozzá ezeket a pauszokat, meg vinilt, meg bármit, ami a kezemügyében akad, bármit, ami valamilyen módon része tud lenni a műnek, vagy valamilyen módon szükségszerűen a mű részévé kell, hogy váljon. Tehát, ha valamivel, hogy mondjam, tehát hogyha a művészetet, ahogy be kell fogalmaz, valahol kommunikációként fogom fel, akkor az, hogy mi a kommunikációs eszközön, az ebből a szempontból teljesen szabadon választható. Viszont mindenképpen valami módon hozzá kell, hogy járuljon mindahhoz, ami az előző három pontban, vagy kapcsolódni kell ahhoz, ami az előző három pontban megfogalmazásra kerül. Az ötödik pont az egy nagyon nehéz szöveget takar. Itt mindenféle művészet elméleti problémák húzódnak meg a háttérben, amitől megkímélek mindenkit, meg magamat is. Ugye úgy kezdi, hogy radikálisan elosztó egységként kell felfogni a posztkonceptuális művészetet. Itt az elosztó az sokkal inkább, ugye ő azt a fogalmat használja, hogy disztributív. Ugye? Tehát, hogy valamilyen módon terjesztő, illetve terjeszthető, amely reáció, kapcsolat mindig emberi jellegű. És hogy ez a radikálisan elosztó egység az egyes művet jellemzi minden egyes sokféle anyagi megvalósulásában, bármely időpontban nincs egy kitüntetett megvalósulása. Ugye, tehát, hogyha kiindulunk a koncepcióból, kiindulunk a választható eszközökből, kiindulunk abból, hogy ezt ilyen-olyan-olyan módon az eszközválasztás függvényében lehet láthatóvá, közvetíthetővé tenni, akkor ahogy itt korábban ugye ez már felvetődött, tehát sokféle módon lehet megvalósítani ezt a megmutatást, miközben a mű egysége ezáltal nem sérül. Ugye, tehát ha azt mondom, hogy itt van most a Lobuter Park, az ugyanúgy egy megjelenítése módja annak a koncepciónak, annak a műegésznek, amelyet Endre az elmúlt években létrehozott, mint hogyha ezt a Kiscelli Múzeumban teszi meg, a Dunaparton teszi meg, vagy a Miskolc melletti Diósgyőri vasgyár területén teszi meg, vagy bárhol máshol. Jó, és akkor még ehhez kapcsolódik az, hogy ugye terjesztető, változtatható, disztributív karaktere van, ugye konceptuálisan meghatározott a gyakorlatban. És véges totalitása a megvalósulás térbeli, időbeli helyszíneinek. Tehát, hogy valójában egy véges, tehát nem végtelen szám, véges, de egy totalitással van valamilyen módon dolgunk ebben az értelemben. És végül ehhez kapcsolódik a hatodik pont, ami azt mondja ki, hogy ennek az egységnek, ugye ami a sokféleséget valamilyen módon összefogja, a történeti alakíthatósága időbeni történetileg, azaz változik az egységi jelentése és jellege, de nem az, amiből áll, új viszonyok közé kerül, utóélete során ez változtatja a jellegét. Retroaktívan visszahat a korábbiakra is. Tehát, hogyha valami most létrejön, majd utána ennek egy másik változata évekkel később, az a megvalósulás valamilyen módon visszahat arra, ami korábban létrejött. Az egység viszont nem sérül, ugye, hanem ez a totalitás egy újabb elemmel bővül, ami kiegészíti, gazdagítja, hozzátesz
És hát nyilván ennek megfelelően persze az értelmezést is folyamatosan, vagy azt az értelmezési horizontot, amin ugye nézzük, vizsgáljuk a művet, az folyamatosan tágítja, bővíti, és akkor megint egy újabb kitágított mezővel találkozunk. És akkor föl lehet ennek kapcsolatban tenni a kérdést, hogy lehet-e az, hogy az összes eddigi megvalósulás, amivel itt is és máshol is találkozunk, mindig ugyanannak az egy műnek, csak más és más megjelenítése, más és más eszköz felhasználásával, ami az értelmet nem, de a látványt, ugye ami mellőzhetetlen, ezt valamilyen módon megváltoztatja. És akkor azt mondja, erre a kérdésre most már tudunk mindannyian valamiféle választ adni, hogy attól, hogy ez most itt van, így, vagy máshol van egy kicsit másképp, az tulajdonképpen mit sem változtat azon, hogy mi maga az egész. És hogyan lesz ennek az egésznek valami fajta koncepció alapuló jelentése. És akkor lassan eljutunk ugye a konklúzióhoz. Én egyetlen egy dolgot emelnék ki ezzel a megjelenítéssel kapcsolatban, ami talán elkerülte egyébként Osborne figyelmét is. Mégpedig az, hogy vannak olyan változatok, ahol például a konkrét testi tapasztalat az nélkülözhetetlen, illetve meghatározó. Idézőjelben élmény szinten. Ugye, tehát az, hogy például a szél zúgását nem egy ilyen géphangként tapasztaljuk, hanem a szél zúgásaként, a víz ritmikus mozgásából fakadó zajokat, zörejeket nem egy ilyen gépi generált hangként tapasztalunk meg, hanem aként, ami. Ugye, tehát hiába akarod meditálni, amikor a telefonon csöpög a víz, ez nem ugyanaz, mint amikor a vízesés mellett zubog a víz. És hát természetesen a szél testi tapasztalata, vagy adott esetben a víz testi tapasztalata, az nem kiváltható és nem közvetíthető. Azokról, mondjuk szagokról nem is beszélve, amelyek adott esetben lehet, hogy itt talán kevésbé játszanak szerepet, bár hogyha elnézem ezt a képet itt lent, akkor én biztos, hogy ennek a fűnek nagyon jó illata volt, és látszik, hogy valaki bele is emberedett elég rendesen. Szóval, hogy ezek nem lényegtelenek. Tehát mindent elfogadva, amit Osborne ír, én kiegészíteném még azzal, hogy minden egyes ilyen megvalósuláshoz kapcsolódik egy konkrét testi tapasztalat. Ugye? Tehát van ennek egy nagyon erős antropológiai vonzata, ami lehetőség szerint és reményénk szerint megkerülhetetlen, de ez egy másik előadás témája lesz majd. És ugye akkor a konklúziót ígértem, 5 percen van még? Hát beleférsége. Ennyire jó. Kiszámítottam, hogy mennyi az annyi. Szóval a konklúzió, tehát a lényeg az, hogy a fényképletben az értelemben nem csak dokumentál, hanem át is alakít, egy teljesen más tapasztalatot közvetít, vagy biztosít a számunkra, másra irányul a megfigyelés, amikor a fényképet nézzük, mint akkor, amikor a dolgot, amit valamilyen módon közvetít a fénykép. Ebből persze nem szükségszerűen a fénykép, vagy következik az, hogy a fénykép lenne a mű, bár ugye Graflanda, ahogy említettem, ragaszkodik ehhez, és talán éppen azért, mert csak a fényképen ölt testet oly módon a mű, ahogyan azt elgondolja. Ugye, tehát valószínűleg neki azért fontos a fénykép, hogyha visszaemlékszünk a bányászokra és a hegyre, mert abban az elrendezésben, hogy a fényképen van, az csak a fotó teszi megtapasztalhatóvá számunkra. És ezt, hogyha csak leírja, vagy elbeszéli, vagy lefilmezi, az nem ugyanaz, mint ahogyan ezt egy ilyen kimerevített képen közvetíti felénk, persze hozzátéve a kép problematikus fogalmát és a többi. És akkor még egy gondolat, hogy a megvalósításnak az az utolsó fázisa, az az, ami mobillá teszi a mű koncepcióját, itt mondjuk a Plobuter Park esetében, és akkor itt a koncepciót idézőjelbe tettem, akár csak a mobilitás szót, de a fotografikus kép minőségei nem mellékesek, mert maguk is hozzáadnak valamit ehhez a fizikai valósághoz, miközben el is vesznek belőle valamit. A művész ezt a valóságot alakítja, formálja meg, vagy formálja át. Itt ugye, tehát nem arról van szó, hogy egy fotóst felkérnek arra, hogy dokumentálja azt, ami létrejön. Ez nagyon fontos, én azt gondolom, hogy az, aki fényképez, az, aki a koncepció, az, aki
gondozza, ápolja ezeknek a lényeknek a lelkét, eteti meg, simogatja őket, az pontosan ugyanaz, mint aki ezeket a fényképeket, videódokumentumokat és egyebeket elkészíti. Tehát, hogy ez nagyon jól mutatja azt, hogy éppen ezért ez nem egy puszta láthatóvá tétel, hanem annál jóval több, attól radikálisan különbözik. És akkor az utolsó, hogy az alakítás és a formálás része a képé tevés, mert ebben ugye a kép médiumában nyeri el a végső formáját, a koncepciót. És itt a képet a maga nagyon tág fogalmában érthetjük. Ugye az, ahogyan ez a kép itt van, az a kép, ami innen közvetítve bennünk van, és még sok minden egyéb köztes stádiumra is gondolhatunk. És akkor tulajdonképpen két dologra juthattunk. Az egyik az az, hogy a fényképezés funkcióját, illetve működéséből fakadóan a hatásmechanizmusait lehet és érdemes vizsgálni, ami viszont mindenre igaz, tehát az egész világra és nem csak a landartra. Ugye, tehát lehet, hogy ez a kérdés így önmagában nem annyira indokolt, vagy úgy indokolt, hogyha eljutunk erre a pontra, ahol az a kérdés, ami megfogalmazódhat a kettő viszonyában, az minden viszonyában megfogalmazódhat, ami valamilyen módon összekapcsolódik a fotográfiával. A második pedig az, hogy a landart nem egy műfaj, a korábban emlegetett médium értelmében, hanem egy olyan kifejezés, amely megnevez egy bizonyos művészi gyakorlatot, esetleg annak eredményét. És tulajdonképpen ebben szerintem az az érdekes, hogy nem a teoretikus megközelítés, hanem az a fontos, ahogyan ezek az összefüggések egy művészi gyakorlatban megjelenhetnek, mint ahogy ezt itt is láthatjuk. Tehát az van, hogy ennek az egésznek itt a Prokhor Parkban az izgalmát, legalábbis számomra pont ezek a kérdések, illetve ezek az összefüggések adják, valamint az, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy mindezt végig gondolhassuk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor itt volt egy-két kérdés az Endre felé, és hogyha valaki szeretne még önök, illetve közületek kérdéseket feltenni, akkor azt örömmel veszük, és az a legjobb, hogyha elkezdünk vitatkozni.